Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, gyakorlatilag, ahogy lehet látni, megint az Open box -hoz tértünk vissza. Már elkészítettük a menürendszerünket mármint azt a menürendszert, amit úgy hívnak sok helyen, hogy start menü, megkészítettünk egy gyors indítósávot, és beállítottuk a gyors billentyűt. Azaz ebből a háromból elérsz mindent, akár egérrel, akár billentyűzettel, minden programot, minden funkciót, amit beállítottál. Még egy olyan restanciánk van, amit érdemes megtenni, a jobb klikkes egér kattintása milyen menü kerüljön elő. Tehát ha az asztalon kattintasz, milyen menü kerüljön elő? Gyakorlatilag legtöbb disztribúcióban, ami főleg olyan, ami esetleg Openbox XFCE-vel készült, és ezekkel kapod meg alapból, tehát nem csak feltelepítesz egy openboxot, mint harmadik, negyedik verzió az asztalkezelő, felületkezelő, ablakkezelő rendszeredbe, hanem azzal telepítik, ott be van állítva. De én éppen átértem egy másik arcsalapú rendszerre, bár ez, hogy arcsalap az ilyen pillanatban nem igazán érdekes, mert máshol is ilyen van, Debian-nál is. Ha alap debian rakod fel az openboxot, nem kapsz valami normális menürendszer. A jobb klikre, így Bizony, ez be kell állítani a beállításhoz, el kell dönteni első körben, hogy statikus vagy dinamikus rendszerrel szeretnéd ezt megoldani. A kettő között az a különbség, hogy a statikus megoldás az azt jelenti, hogy te beállítod, telepítesz egy programot, nem kerül bele. A dinamikusnál esetleg belekerül. Én nekem az a tapasztalatom, legalábbis ami nekem bevált, hogy érdemes egy statikus rendszert összehozni, és abba beilleszteni egy olyan eszközt, ami dinamikusan generál egy menürendszert. Ez nagyon egyszerű, hiszen ilyet már használtunk a start menühöz, ilyet illesztettem be például a Tint 2-es panelba nagyon professzionális, tehát az, amit te beállítasz, az ott marad, és lesz egy dinamikus menüt, hogyha véletlenül valamit elfelejtettél beállítani, akkor is elért jobb klikkel. Ehhez pontosan kettő darab dolgot kell feltelepíteni. Az egyik az OB menü kötőjel generátor, ez egy kis programoska, feltelepíted. Illetve a másik, ami nem meglepő, az OB menü nevű eszköz. Ez a második egy grafikus megoldása a szerkesztésnek, azaz, hogyha te úgy gondolod, hogy te nem szövegfájba szeretnél egy XML-be turkálni, és az neked idegen, akkor természetesen ez grafikusan egy egyszerű puritán felületen is meg tudod tenni. Minden meg fogsz tudni azzal szerkeszteni, ami számodra ebben a körben megfelelő, de én rá fogok mutatni arra is, hogy szövegszerkesztővel ugyanúgy bele tudsz nyúlni, ebbe a fájba is ugyanúgy tudod szerkeszteni, mind a kettőt próbált ki. Először mit kell megtennünk, le kell generálni az adott XML fájt, ami hát bizony, Egyszerű feladat. Elindítod a terminál, beírod azt, hogy OB menü kötőjel, generátor kötőjel, S, I, s, E. Erre nagyon figyelj, mert a kötőjel, P kötőjel, I egy dinamikus rendszert fog legenerálni, ami nekem nem mindig vált be. Lehet, hogy én vagyok olyan, hogy éppen azt nem szeretem és zavar, de az nem vált be. Tehát először a Kötőjel eset, a statikus generációt fogjuk megtenni. Azért, hát nyilvánvalóan, rakjon már kis ikonkát a nevek mellé. Bár nem teszed oda az i betűt és nincs ikon, akkor is nagyon szépen tudod használni, legeneráltatjuk. Mi történt? Fél másodperc alatt legenerált neked egy ilyen menürendszert, ami egész jól néz ki. Igaz, ezt lehet használni most mondja valaki azt, hogy nincs, nem jó, és ez vacak, és e, csúnya, és e, undorító. Egy puritán, jól kinéző, de megvan neked az, ami kell. A nevek be vannak kategorizálva, és természetesen ikonkák is vannak előtte. Szuper! Szuper? Nem szuper. Miért nem szuper ez számomra? Mert előfordul az, hogy például a networknél, tehát a hálózati dolgoknál ő, meg ő, meg ő, Hát meg ő nem kéne nekem, meg ő se kéne ide bele, csak az kéne, amit én szeretnék. Tehát egy puritánabb, egyszerűbb, összefogottabb dolgot szeretnék megtenni. Természetesen már említettem a következő lépést, hogy megnyitjuk a fájt, megnézzük, hogy mit készített ez az eszköz. Nagyon figyeljetek arra, hogy véleményem szerint érdemes mindenbe belenézni, ha van konfigurációs fájl, abba, még hogyha nem is nagyon értesz hozzá, és nagyon óvatos vagy, akkor is érdemes belenézni, hogy megismert a lehetőségeket, megismert. Nyilvánvalóan a saját könyvtáradba, a config open Box-ba fogod megtalálni, ide belegenerálta a menü XML-t, ami alatt mit látsz? Egy mentett fájt. Azaz, ő nem fog neked nagy kárt okozni, még akkor se, hogyha nagyon-nagyon rossz dolgot csinál, és véletlenül leállna, nem szokott ilyet csinálni, mert első lépésbe az eredeti menüt le fogja neked menteni. Nyilvánvalóan a menü XML be fogunk keresgelni, logikus elgondolás, hogy az az, amiben benne lesz. Én megnyitom a szövegszerkesztőmmel, nagyon egyszerű, a fáj felépítése nagyon egyszerű, bár így, hogyha ránézel, abban a pillanatban menekülésre fogod a dolgot, hiszen ilyen katyvasz első gondolatra az, de nagyon egyszerű a felépítése. Nézzük is meg, van egy szeparátor, aminek az a neve, hogy kategória. Kategóriák, és itt van egy neve. Ez nagyon egyszerű, hogyha át akarod írni, át fogod tudni írni. Én az érdekesség kedvéért beteszek két darab kettest, hogy észrevet, hogy ilyet nem csinál a menü konfigurációs dolgot, hanem majd, amikor kell, meg tudod nézni, meg fogod látni, hogy ott van. Én le is mentettem, hogy ott legyen. Tehát a neveknél a kategóriákat meg tudod adni, nem nagy úgy átírhatott kézzel, vagy az általán bemutatott kis eszközzel. A menü ide, minden menünek van egy sorszáma, olyan sorszáma van, amilyet adsz neki, ez nem kéne nyúlni, igaz? Minek pontosan jó, jó hosszú, tetszik nekünk. A label, a címke ugyanúgy átírható okoz gondot, nem. Nézzünk is meg egy bejegyzésnél, hogy milyen Eszközöket használ. Van a bejegyzésnek, tehát a menüben lévő bejegyzésnek egy neve. Ezt meg tudod változtatni, vagy kézzel le tudod másolni ezt a sort, és abban a pillanatban te újat tudsz létrehozni. Persze, hiszen szövegszerkesztővel szöveget szerkesztesz, ha kéne még egy sor ebbe a cuccok alá berakosgatott Eszközökhöz, és annak kéne egy név, akkor ezt az egész sort lemásol és átirod. Hát bizony, ő neki ez a neve megtölteni. Nézd meg, hogy minden dupla idézőjelbe van, tehát erre azért figyeljél, hogy ezt elvárja. Ha van ikon, akkor meg kell adni az ikonnak az elérését, olyan ikont adsz meg, amilyet akarsz. Én bevallom őszintén, igazából hagytam olyan ikonokra, amilyenre beállítottam. Igen, az ikonok nem hatnak meg. Annyira statikusan ő létrehozott egy ikont, generált egy ikont, és ami oda illő, az betette neked. Az akciónak a neve végrehajtás. Gyerekek, ilyen már, már találkoztunk, nem fog ez semmi gondot okozni. A következő a command. Ilyennel is találkoztunk a parancs. Ezt a c d -A -T -A akármilyen előtagot, nem kéne nagyon piszkálgatni, ne írd át, létszess. és utána ott van a parancs, mindig láthatod, hogy ott van a parancs, amivel elindítottad volna a terminálba, és utána van egy lezáró string, lezárják a sort, és ehhez sem nyúlunk, azaz gyakorlatilag a kézi szerkesztése ennek a fájnak, nagyon egyszerű, nincs bent az, ami neked kell, fogsz egy sort, amit legenerált számodra, ki kijelölöd, lemásolod, beilleszted, és áttirogatod a dolgokat, amire neked kell, mit kap egy nevet, ami ennyi, az ikon, hát belinkelsz egy -e ikont pontosan, amit te szeretnél, ami neked tetszik, az execute az nem nyúlsz, a command az egyértelmű, hogy ezekhez a kékekhez nem nyúkálunk, amilyen ilyen kis kacsacsör között van, és itt van a szögletes zárójel között az ami parancsot végrehajt, és utána lezárjuk a sort. Bonyolult? Nem. Ha valakinek olyan indítatása van, hogy ezek közül, ami rengeteg és sok, a 90%-a nem kell, mert ő neki nem kell, mert nem használja, illetve nem szeretné elérni a jobb klikkes menübe, akkor bocsi, fogja a szövegszerkesztőből megnyitva, kitörölgeti azokat a sorokat, amiket ő nem szeret. Ops, és hogyha valaki azt mondja, hogy bocsi, hát ez itt egy nagyon-nagyon rejmitő, nem az, bár itt az ikonoknak a neve jó hosszúra sikeredett, de egyébként nem az jól látható, egyszerűen szerkeszthető dolog, de hogyha ő nem szeretné szerkeszteni, akkor mit csinál? Nem csinál ő semmi más, mint fog egy terminált, vagy menüből is előkeresheti, és beírja, hogy OB, menu, és rákatint, és ezt szépen eltesszük innét, és ezt kinyitjuk, és mit látunk? Oppa, applikációs menük, és rákattintasz, és mit látunk? Elindult az a beállítási lehetőség, ami számunkra éppen megfelelő volt. Amit te legeneráltattál, és látod itt, itt rákattintok, és itt van, hogy file manager, és hát meglepő, egy file manager bejegyzés van, ami elindítja a alapértelmezetként beállított file manager programot, akkor a terminál alapértelmezett terminált fogja indítani, és a többi, és a többi. A következő lépés természetesen az ki fogjuk gyomlálni, azokat az eszközöket, ami számunkra nem kell. Mi az, ami számodra nem kell? Hát bocs, azt én nem fogom tudni, számomra ez nem kell, és akkor kitörlöm. Applikáció Finder, ez egy jó dolog. Ez az a eszköz, ami így előugrik, ez nekem kell. Archive Manager, nekem nem kell, törlöm. Arc nem kell. Persze kell, a program rajta marad a gépeden, tudod használni egy menüből vagy terminából. Természetesen csak nekem a jobb klikkes, eszközben nem kell, és utána időnként nyomkodjuk, ezt a gombocskát, azaz lementjük a fájt, ami igazából legyen egy kötelező dolog, mindig mentjük, ami kell. Át ez az átnevező számomra szintén nem kell, kitörlöm, klipboár, tehát a menedzser nem kell. Compton nem kell, Conky Manager nem kell, Disk kell, igen, de ez nekem legyen már az, hogy lemezek, jó, mert úgy szoktuk meg, a Double Commander kell, File Manager nem kell, mert az máson, hogy G kalkulátor kell neked, hát ezt nem szoktam jobb klikből használni, HP a nyomtatóhoz tartozó cuccok nem kellenek, Kepasz, hát ez azért jobb, hogyha elindul, ez a Indító képernyőnek a beállítása nem kell, végigmész rajta, azért nem kismeló, nem kismeló, végigmész rajta, és menet közben nyomkodod, én nem fogom itt mindenki előtt kiválogatni az, ami nekem kell, vagy nem kell, vagy egyéb, ezeket tegyük meg. Öntevékenyen rendez be úgy, ahogy kell. Tehát első gondolat véleményem szerint, hogy ki kéne törölgetni, amire neked nincs szükséged. Ennyi, semmi különösebb. Eszköz, nem kell hozzá egy kis programocska vagy egy szövegszerkesztő. Én általában a szövegszerkesztőt gyorsabbnak tartom, ma sok törlése igazából nem okozhat számunkra különösebb gondot. Miután kirtottad azokat a bejegyzéseket, amire neked nincs szükséged, már kaptál egy kompaktabb menüt, és kényelmesen, gyorsan be lépni bármelyik programba, el tudsz indítani bármelyik programot, ebből a jobb klikkes megoldásból is, és így nagyon-nagyon kényelmes. Igenem, de előfordulhat az, hogy neked a sorrend nem kényelmes, és plusz programokat szeretnél valahova elhelyezni. Nyilván a sorrendet felfedeztétek, a leföl mutogató nyillal tudjátok beállítani, mentés után a webbrowser, az középre került, nagy meglepő. Ugye? Nagyon professzionális. Hogyan adunk ehhez valamit hozzá? új menübejegyzést tudsz tenni, tehát ilyesmit, mint itt a grafika, a multimédia, a hálózat, egyebek, ezeket te kényelmesen hozzá tudod adni, de én azt szeretném, hogy itt ebbe a top menübe, tehát a főső részében, helyezkedjen el egy startmenü, ami ebbel a startmenüvel, ebben az appfinderrel, alkalmazáskeresővel működik, az jó lenne, hogyha nem csak erre kattintva, vagy ide kattintva, hanem a jobb egérgombbal is meg lenne, és bizony valahol alul is megvolt, azt valószínű ki is írtott, amely én nekem Véleményem szerint ennek itt van fönt a helye, azaz egy új bejegyzést fogunk tenni, legyen a neve nagyon-nagyon meglepő módon start, és a komandot fogjuk átérni, a komandot át fogjuk írni, arra a programra, amit el szeretnél indítani, az xfce kötőjel appfinder, egyébként, hogyha olyasmi, akkor meg is tudod keresni, be is tudod tallózni, ha olyan a programod, előfordulhat, hogy olyan, hogy nem ismeri föl a te programocskát, tehát ez a generálásos eszköz, azt az eszközt, azt a programot, amit te mondjuk app image betelepítettél, és nincs bent a menübe, akkor betallózod, és el fog indulni. Szuper! Azaz van egy végrehajtási parancsunk az AppFinderre. Nézzük is meg mentés után, hogy ott van-e, a és a startra előugrott, Látjátok, profi? Igen, hiszen a startmenüt sokat használjuk, és meg tudjuk oldani úgy, hogy betesszük egy gyors az eszközeinket, be tudjuk tenni egy gyors billentyű alá, hozzárendelve egy gyors billentyűt, és meg tudjuk tenni azt, hogy a jobb gombos kattintással előugorjon ugorjon az, amineket kell gyorsan el tud indítani egy programot. Gyakorlatilag ennyi. Gyakorlatilag az alaphasználata ennyi jelentett gondot. Jelentenek gondot neked egy olyan, hogy a saját nevedre szeretnél valahol itt létrehozom, mondjuk a harmadik között egy saját elnevezésű menü sort. Nem okoz gondot kap egy new menüt, és akkor oda beírogatod azt, amit kell new menü. Nagyon izgalmas. És oda állogatod a vakarod. Egyébként almenüket is létre tudsz hozni, de az már túl bonyolult nekem az, hogy egérrel a harmadik almenübe próbáljak majd ott bele lépkedni. Nekem elég ez a egy vagy két szintes dolog. Na hát ezt gyorsan kitörlöm, mert ezre nekem itten igazából nincs szükségem. Azaz létre tudsz hozni bármilyen olyan egy nevet, egy kategóriát, egy bejegyzést és szeparátorokat is szét tud szórni. A szeparátorok pedig ezek a kis vonalkák egy kicsit szétválogatja, szétrakosgatja azokat a dolgokat, ami számunkra fontos. Látod, alapesetben létrehozott nekünk egy ilyen három, nem egy, kettő, három mélységű generált menürendszer, azaz egy programot így fogunk hozzátenni. A következő gondolat, ami talán megszívlelendő, az, hogyha a menübe itt alul mit tennénk? Mi lenne, ami számunkra jó? Exit, log, ez nagyon professzionális, ehhez még én egy-két dolgot hozzáírnék. Azaz, beírogatnám azt, hogy ne csak kilépj és záró, vagy zárolja a ablakot, hanem mit tegyen, esetleg újraindítson, egyéb, hogyan tudod megtenni, a szeparátor itt van, a vonal ott van, látjuk, lock exit, hát ez bizony nekünk jó, de én szeretnék még ehhez hozzátenni egy-két gondolatot, ami nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, és nekem van egy kis sugom, ami szerint össze is fogjuk állítani. Az első gondolat, hogy beteszünk egy új bejegyzést, aminek legyen a neve például, hogy hibernálás. Most nem fogok bénázni a beirogatással, a hibernálás lesz a neve, a komandot kitörlöm, és a System Control Hibernate parancsal fogjuk ezt elérni, és rákatintunk, és megnézzük eleje vége megvan a következő új bejegyzést fogunk tenni leállítás legyen az a neve hogy leállítás a másolás nem teljesen sikerült, de most már igen, kitöröljük a kommandot, System Control Power Off, hát nem írom be, hanem éppen beillesztem, és még egy bejegyzést teszünk, az újraindítást fogjuk elintézni, erre is van-e már előkészített szövegem, hogy ne bénázzak itt a beírással, mert természetesen, hogy észrevesztétek, Tudok én bénázni a másolással is, és rebót, és lementet, és abban a pillanatban látod, hogy exit log hibernálás újraindítás parancsot el fogja tudni neked végezni. Az, hogy nincs előtte ikon, az azért van, mert éppen ebbe szerkesztettem, de hogyha van kedved, szépen oda mész a szövegszerkesztőbe, és az összes ikonkát beírogatod, ha éppen kedveled, de én úgy gondolom, hogy erre nem fogom itt az időt húzogatni, hogy itt legyen ikon. Egyébként is itt is meg itt is. Egyébként is a top menübe, tehát ebbe a menüsorba én nem nagyon szeretem, hogyha vannak vagy nincsenek ikonok, az összes ikonját itt kitörlöm, ami pedig itt van, annak meg örülök, hogy nagyon szép. Volt ezzel gond? Nem. Ha ennél mélyebben belenyúlsz a rendszeredbe, akkor érdemes lementeni, hiszen későbbiek folyamán nem kell újra megcsinálni ezt a folyamatot. A másik Grafikusan, mind a villám. Kitörölgettük azt, amit nem kell, amit mi nem szeretnénk benne látni, és beírtuk, amit benne szeretnénk látni hozzá tudsz adni akármilyen programot, vagy hosszabb végrehajtós gondolatot, hiszen egy parancsort is be tudsz illeszteni, vagy egy skriptet is be tudsz illeszteni, a skriptnek a nevét be tudod illeszteni, és akkor már menüből fog indulni. Ha ezek az angol bejegyzések nem tetszenek, például hogy multimédia, vagy system setting, ebbe a szállítod beállítás, és már a következő kattintás mentés után, mentés után lenyomjuk, már az lesz, hogy beállítás. Igaz? Szuper! Láttátok, akár grafikusan, akár pedig a szövegszerkesztővel, a beállító XML fájt szerkesztően megkapjátok azt, ami erre nektek szükségetek van, több, kevesebb egyéb. Ha valaki úgy gondolja, hogy csak a leállító funkciókkal és a start menüt illeszti, belemene az neki éppen elegendő, hogy lenyomja az egérgombot, és ott van egy start menüszerűség, az, ami éppen neki kell, akkor úgy csinálja. Tehát a lehetőségeid végtelenek, rá kell szárni egy 10 percet. Szó szóval szerint vegyétek 10 percet, és szépen be tudtok állítani mindent. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó... Állogatást kívánok, sziasztok, sziasztok!